Újabb képek kerültek nyilvánosságra Gréczi Zsolt zaklatási botrányában. A fotókhoz csatolt levélből, amit állítása szerint az a nő írt, akinek a mesztelen képeket a DK-s politikus küldözgette, az derül ki, hogy Gréczi Zsolt hosszabb időn át zaklathatta a fiatal nőt. Gréczi Zsolt magát tartja áldozatnak, egyelőre nem mondott le parlamenti mandátumáról, és a baloldali liberális pártok, politikusok, művészek, újságírók sem követelik ezt. Többen kettős mércét emlegetnek. Deák Dániel, a 21. század intézet elemzője most a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mit látunk ebben az ügyben? Hogyan kezeli a baloldali politikai pártok, nyilván itt szorosabban véve a DK ezt az ügyet? Ugye nem érkezett a tegnapi képekre, a tegnapi történetre hivatalos közlemény, több sajtóorgánum megpróbálta elérni a DK politikusait, illetve a baloldal politikusait. Volt, aki letette a telefont, volt, aki föl sem vette, az üzenetekre nem válaszoltak. Igen, nos, azt látjuk, hogy a baloldal azzal ellentétben, hogy mondjuk a Borkai ügynél vagy más hasonló ügynél hirtelen, szinte naponta és nagyon sok cikkben, nagyon sok véleményben és nagyon sok sajtótájékoztató keretében foglalkozik az ilyen és ehhez hasonló ügyekkel, tehát az ellenzéki sajtótermékek általában tele szoktak lenni ezekkel a cikkekkel, ezek az írásokkal, nagyon hosszasan, terjedelmesen foglalkoznak vele. Most gyakorlatilag úgy tűnik, mintha nem történt volna semmi, nem is foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, fel sem merül bennük, hogy mondjuk ki kéne vizsgálni azt, hogy mi történt, és Gréczi Zsolttal szembeni vádak azok megalapozottak-e. Tehát egyértelmű a balliberális oldalon ez a kettős mérce, amit már sokszor alkalmaztak hasonló kérdésekben, tehát magukkal szemben nem olyan kritikusak, magukkal szemben nem tartanak vizsgálatot, tehát általában nemzetközi szinten is, de Magyarországon is az a bevett gyakorlat ilyenkor, hogy legalább arra az időszakra, amíg a kivizsgálás nem történik meg ennek az ügynek, legalább felfüggeszti a politikai tevékenységét. Most Gréczi Zsolt ezt nem tette meg, tegnap ő nyilatkozott, és azt mondta, hogy nincsen semmi látnivaló, ez magánügy, ezzel nem kell foglalkozni, miközben azért látjuk nagyon jól, hogy itt nem egy magánügyről van szó, hanem ez a három esetben is felmerülő zaklatási vár, az igenis közügyé tette ezt az egész kérdést. Igen, és ez is érdekes, ez a magánügy, közügy, közszereplő vagy magánélet. Ugye amikor az által is említett Borkai ügy kirobbant, akkor a baloldal azt mondta, hogy a politikus az egy közszereplő. Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy a Borkai ügy az közügy, ez nem magánügy. Gréczi Zsolt azonban például a saját ügyét úgy kommentálta, hogy egy politikusnak is lehet magánélete. Most akkor magánélet vagy közügy, közszereplő vagy magánember, hogy kell ezt értékelni? Mert a mostani botrányban talán az a legérdekesebb, hogy éppen Gréczi Zsolt volt az, aki a leghangosabban követelte Borkai Zsoltnak a lemondását, sajtótájékoztatókat tartott, azt mondta, hogy ez közügy, ezzel mindenkinek foglalkoznia kell, és már akkor is ilyen megnyilvánulások voltak a baloldalon, amikor csak egy fénykép látott napvilágot, és hamis állításokkal teletűzdelte az a blog, ugye, ami akkor megjelentette azokat a képeket. Tehát ott bebizonyosodott, hogy azok az állítások, amelyeket megfogalmaztak, hamisak voltak, ennek ellenére nagyon hosszasan foglalkoztak az ellenzéki sajtótermékek ezzel a kérdéssel. Lássuk, Gréczi Zsolt is számtalan alkalommal tartó sajtótájékoztatót megnyilvánult ebben a kérdésben, és most úgy tűnik, hogy saját magával szemben azt a mércét, amit alkalmazott mondjuk jobboldali politikusokkal szemben, azt most teljes mértékben elfejtette, nem tekinti magára vonatkozóan kötelezőnek, és a legérdekesebb az, hogy a demokratikus koalíció, illetve egyik baloldali politikus sem mondta azt, hogy azért ez megengedhetetlen. Felejtsük el, itt egy vezető országos politikusról van szó, aki ilyen fényképeket küldözgetett szerte szét a világban, azért ez méltóságon aluli, főként arról azzal kapcsolatosan is, hogy itt egy országgyűlési képviselőről van szó. Ugye Gréczi Zsolt nem tagadta, hogy ezeken az új képeken ő szerepel, ő azt mondta, hogy őt hivatalosan senki sem gyanúsította meg semmivel, és az e-mail cím mögött nincsen konkrét személy, hogy konkrét esemény, ez mennyire álljon meg a helyét? Azért elég részletes beszámolót kaptunk. Részletes beszámoló van, és három állítás is van, tehát három különböző nő állítja azt, hogy őt zaklatta Gréczi Zsolt ilyen és ehhez hasonló felvételekkel.
tehát azért ezek elég konkrét, elég világos állítások, és ahogy az előbb is mondtam, ebben az esetben mindenképpen azt kell csinálni, hogy mind a demokratikus koalíciónak, mind az ellenzéki pártok összességének azt kéne mondani, hogy Gréci Zsolt addig, amíg nem vizsgálják ki ezt az ügyet, és egyáltalán nem kapunk rá valamilyen magyarázatot, addig függessze fel a politikai tevékenységét, és ne exponálja magát ennyire, mint amennyire a tegnapi napon is ez megtörtént. Tehát mindenképpen az lenne ilyenkor a méltányos, és az lenne egy politikushoz méltó, hogy kicsit háttérbe vonul, és megvizsgáljuk azt, hogy mi történt itt. Az, hogy tényleg most ez már a sokadik ilyen eset az ellenzéki térfélen, az azt eredményezi, hogy úgy összességében a magyar politikai közbeszédnek a színvonal az tovább süllyed, tehát gondoltuk még a önkormányzati választási kampányban, hogy ennél mélyebben nem lehet süllyedni, most úgy tűnik, hogy lehetett, tehát szerintem ez pártokon átívelő konszenzust élvezne az a kérdés, hogy mondjuk a 2022-es országgyűlési választásig erről a mélypontról kerüljön ki a magyar közbeszéd. Ez a kettős mérce, amit említett, ez jellemző, akár a médiával kapcsolatban, és ugye azt már beszéltük, hogy itt a tegnapi ügy, a tegnapi fotók, azok például az egyik legnagyobb baloldali liberális portálon, én kifejezetten figyeltem, csak azután kerültek ki az oldalra, amiután Gréci Zsolt kommentje hozzá megérkezett, addig nem volt kint a cikk. De például ezt mi is érzékeljük egy picit itt a köztévénél, hogyha nálunk van mondjuk egy akár egy veszőhiba vagy egy elütés, akkor abból azonnal mémek születnek, míg a nagyon súlyos tárgyi tévedések például elsikkadnak más portálokon. Természetesen talán az elmúlt 9 évben hetente volt olyan eset az ellenzéki sajtótermékekben, amely azt mutatja, hogy a liberális kettős mérce az gyakran van alkalmazva, és azokat a mércéket, azokat az elvárásokat, amelyeket mondjuk másokkal szemben megfogalmaznak, magukra nem tartják kötelezőnek, és mi is beszélgettünk például az Euróvíziós Dalfesztivál kapcsán arról, hogy ott egy hamis állítással foglalkoztak heteken keresztül ezek a sajtótermékek, igen terjedelmesen címlapon foglalkoztak, hogy boncolgatták ezt a történetet, tehát amikor tényleg másokat kell támadni, akkor mindent bevetnek. Deák Dánielnek köszönjük szépen. Köszönöm szépen is.